Nem is olyan régen kitaláltam, hogy szeretnék megtanulni matchbottal horgászni. Ugye a ismerettséget és a lehetőséget kihasználva megkértem Gyulai Feri barátomat, hogy segítse nekem ebbe. Szerintem jó választás, mert kétszeres magyar bajnok abból az egyiket matchbottal nyerte, továbbá sokszoros mindenes bajnok vagy, ugye? Hát így akad néhány eredmény, de hát hosszú ideje csinálom, tehát így... Úgyhogy akkor, ha már egyszer ismerjük egymást, akkor ezt kihasználom. Mi már elmentünk boltba, megvettünk mindent, de hogy mit vettünk, azt gyorsan megmutatjuk. Megvásároltuk a horgászbotot, az orsót, a zsinort, mi egyebeket, apró kiegészítőket. Az első ugye a horgászbot, ez egy 3 méter 90 centi hosszú matchbot. Az égvilágon semmi különlegessége nincs benne, bármelyik horgászboltban megkapható. Keszegezésre, mint ahogy a szövegkörnyezetből elmondtad nekem, 2-3-5 kilós pontyokig maximum. Ezért egy viszonylag lágy matchbotot választottunk, amelyet most ezennel fölavattunk. Ja, még nem, de majd fölfogjuk a mai nap folyamán. Hát, ha már szallagot nem vághatunk, akkor legalább damért. A spiccet rakjuk föl a botra, és csak utána nyíltagot, így a bot megy előttünk, nem nekünk kell utána járkálni. Kellőképpen lágy, gyors matchbot, nagyon könnyű. Ehhez gyors? Gyors, igen, mit gyors. Mit futni is fog? Nem kell neki futni, viszont a bevágást le kell követnie. Ami viszont nagyon fontos, hogy egy megfelelő méretű orsót kell hozzá választani. Olyat ne legyen túl nagy, ne legyen túl kicsi. Nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő súlyú legyen, hogy ha egész nap kézben tartod, is kényelmes horgászatot biztosítson. Így, és már jöhet is a zsinór. 18-as zsinort választottunk most, ezzel fogsz tudni dobni is, illetőleg fárasztani, hogyha úgy van. Én egyszerűen kötök egy véghurkot, visszahúzom, és már föl is rakom a dobra. Na, amikor ez megvan, akkor jó, fogjuk magunkat egy pár tekerést tennénk. Ezt beledobjuk egy vödör vízbe. És beledobjuk egy vödör vízbe, és a víznek a ellenállása az szépen tartja feszesen állandóan a zsinort. Jaj, nem az enyém, tiéd, tekerjette. Pedig azt hittem, hogy végig csinálja, és nem vesz észre. Nem dolgozom helyetted. Hát pedig marha jó lenne. Jó, elég lesz. Ugyanis ha túlságosan föltöltött, könnyen lekapja a dobról a zsinort, és akkor lesz egy ilyen gubanc. Abban jó vagyok a gubancokban. 2-3 mm, de inkább csak 2-t el szoktunk hagyni a peremtől, akkor nincs túltöltve az orsó. Jó. Szükségünk van egy úszórögzítőre. Ott megtalálom. Elsődlegesen. Fix úszós horgászatot fogunk csinálni. Ugye a matchbotozáson belül is van számos válfaj, csúszóúszózás, fixúszózás, jöhet a másik szilikonocska, így né. Funkciójának megfelelően egyszer körül tekerjük a tuskót. Így né. Így lesz fix az úszórögzítő. Látod? Mert ha nem tekerjük körbe, akkor elcsúszik. A dobástól csúszik a damilon ez a így van. Úszórögzítő. És keresünk egy egészen picike forgót a zsinór végére. Ez fogja meggátolni, hogy bepödrődjön a csali által keltett forgóhatás. Na, a forgót fölkötjük a következő módon. Átfűzik a forgó egyik fülén a zsinort. És a szokásos 1, 2, 3, 4, 5, mondjuk 6. Ezt visszaveszed. Megnyáladod, ez nagyon fontos. A nyálazás az nagyon kell. Így van, mert egyébként nem csúszik szépen össze a zsinór. Meghúzod, és már kész is vagy. Így tőben levágod. A végében van egy ilyen picike karika. Abba felakasztjuk, és nagyon fontos, hogy vissza kell kapcsolni. Jó. Na most következnek az antenna kiválasztása. Mivel most névérkeszegre fogunk horgászni, ezért a karbonszáros antennát rakjuk föl. Egész egyszerűen beledugod így úgy a helyére, és már kész is van. Vettünk jó minőségű olmot. Nagyon fontos az ólom minősége, azért, mert az annál a slit mindig egyenletes, mélyen van bevágva, és ha pontosan szépen rakod az olmot, akkor nem fog kóvályogni a vízben, nem lesz offside mozgás. Mindig a jelzőolom felrakásával kezdünk. Ez minden az kicsi esetben, olom, nagy olom, közepes minden esetben olom. Ez a legkisebb olom a zsinóron. Ami nagyon fontos, a jelzőolom és a majdani főolom között legalább akkora távolságnak, de inkább egy kicsit nagyobbnak kell lenni, mint amekkora az előke hossza. Így az előke nem fog tudni visszacsapodni a főolomra. Akkor jöhet egy pár darab
hármas számozású ólom, ugye ez dupla akkora, mint a hatos volt. Ez a lényeg, hogy a súlya nagyobb, aminek nem tudom. Így van, az a lényeg, hogy a súlya is pontosan mennyi? Kétszer annyit. Jó, egyelőre felrakom ezt a hármat. A slitzek, azok mindig egy irányba nézzenek. Most megnézzük, hogy áll az úszó. Ha jól dolgoztunk, akkor azt fogjuk látni, hogy beáll az úszótest, majd a karbonszár szépen utána csúszik, és már csak a antennában lévő felhajtó erő dolgozik. Hány méterre szeretnél horgászni? Így azért 40-nél már nem olyan jó a szemem, tehát ott még látom. Ez körülbelül 40 méteren még lehet látni. Tényleg? Vagy nem erre gondoltál? A 40-nél. Nem egészen, de... De ezt még 40-re egyébként jól lehet látni, de nem fogunk horgászni csak maximum 20 méterig.